Áványok már állnak, sok dolgos kéz munkálkodik a templom körül, még a hideg idő ellenére is, hiszen elkezdődött a Pácini Református Egyházközség templomának külső felújítása. Két éve volt 200 éves a templom, akkor a hívek gyűjtöttek össze 700 ezer forintnyi adományt, amiből az azt körülvevő kőfalat újították föl. A református egyházközség lelki Pásztora szerint még sok dolog van, amit szeretnének megvalósítani, de most egy pályázati keretből sikerült ezt a beruházást elkezdeni. Először is látjuk, hogy mit kell megtennünk, ezeket mindig megbeszéljük a helyi presetériummal, a gondokóra, próbálunk -e ebben kapcsolatban tervezni is, és közben látjuk azt, hogy vannak pályázati lehetőségek, a, akár a magyar falu programban, akár a Betlengából alap kiírásában is volt pályázati lehetőség. Ezt elkezdtük kidolgozni kettővel a feleségemmel. Közben felvettük a kapcsolatot az országgyűlési képviselővel, és kértük azt, ha tehetik, akkor segítsenek, figyeljenek oda ránk, hiszen nagyon szükség lenne. És végül is. Mint egy másfél évvel korábban beadott pályázatunkat pozitívan bírálták el. A tervek szerint a templom tornya lett volna csak felújítva. Az első felmérések szerint annyira volt reményünk, hogy a tornyot újíthatnánk fel. Aztán kalkuláltak, gondolkoztak, mi is kértük, hogy nem tudnánk ezt kibővíteni, és most ott tartunk, hogy felvállalták a templomnak az utcafelelő front részét, ami már jelentősen nagyobb felújítást ad számunkra és azon tárgyal még a cégre, hogy hát ha az egész templomot tudnánk felújítani, de ehhez már több forrásunk jelen pillanatban nincs, és máshonnan is nagyon nehezen tudunk találni forrásokat. Ahhoz, hogy be tudnánk fejezni a templom teljes külső felújítását, a pályázaton elnyert 15 millió forinton kívül még valahonnan szükségünk lenne egy olyan kb. 4,5 millió forintra. A további tervek megvalósításához Lőrinc Attila lelkipásztor a református egyházközség tagjaihoz fordult, hogy a templom külsejének felújítását sikeresen tudják befejezni.